Két éve elkészült Nemzeti Vidékstratégia számos tematikus alprogram elkészítését célozta meg, így például a Nemzeti Lovasprogramét, vagy éppen a Népfőiskolai Programét. Ezen programok sorában tűztük ki célul, hogy elkészítetjük a kézműves stratégiát, vagy népi kézművesség stratégiáját is, hiszen bár ez az ágazat, ez ma inkább a kultúrához kötődik az esztétikai értékei révén, de hát mégiscsak a gyökereit tekintve a vidékkel áll kapcsolatban, hiszen ugyan arról a tőről táplálkozik, mezőgazdasági termékek egyrészt élelmiszerként jelentek meg, egyrészt kézműves termékenként, gyakran egyébként ugyanattól a készítőtől is. Most hát mi úgy gondoljuk, hogy maga a népi kézművesség az nem csak a vidékhez, mint múlthoz és a gyökerekhez, az eredetéhez kapcsolható, hanem a jövőjéhez is. Ezért működtünk együtt a Hagyományok Házával, és ezért szánt forrásokat arra a Vidékfejlesztési Minisztérium, hogy elkészítsük a népi kézművesség stratégiáját, és ezt a munkát, ezt felhasználjuk a következő 7 éves Európai Uniós tervezési időszak pályázatainak megfogalmazásánál. Ezt a munkát a Hagyományok Háza koordinálta, de természetesen számos olyan más program is bekapcsolódott ide, például a Nagyapám Háza program, amelyet szintén a kiemelt projektek keretéből finanszíroztuk, ahol a kézműves tevékenységek oktatása, helyszínen való elsajátítása vált lehetővé, de a LEADER programok révén számos népi műemlék újulhatott meg, illetve a helyi értéktárakat állították össze, ahol összegyűjtötték még a népi kézművességhez kapcsolódó helyi motivumkincset, készségeket, egyáltalán azok körül, akik foglalkoznak még ezzel a tevékenységgel.